Sziasztok, Laci vagyok a Tech 2 A Nubia pár nappal a ROG 5 bejelentése előtt bemutatta új generációs gamer okostelefonját, telefonját, a Red 6-ot, amit nagyjából már két hete használok. Egy gamer telefon, mint olyan ugyebár dizájnban és egyebek mellett hűtési megoldásokban különbözik a hagyományos okostelefonoktól, viszont a Redmagic telefonoknál nagyon látszik az, hogy ami egy játékra tervezett mobilnál fontos, arra nagyon odafigyelnek, tényleg remek a ventilátoros hűtés, persze csúcs teljesítmény és 165 hz kijelző, de például a szoftver, a kamera sokkal, de sokkal kevesebb figyelmet kap. Mondjuk ezért is kerülhet körülbelül fele annyiba, mint a Phone 5. Nézzük, hogy milyen lett. A Red Magic 6 globál verziójának előrendelése április 9-én indul, viszont ami fontos így a teszt kapcsán, hogy nálam az ázsiai verzió van, amire felraktak egy globál szoftvert. A nem túl helyspórolós dobozban a telefon alatt egy 30 wattos gyors töltő, valamint egy USB-C kábel lapul, viszont fontos, hogy a telefon 66 wattos töltést is támogat. Az Asus-hoz hasonlóan a Nubia is piacra dobott egy sima, valamint egy Pro verziót, nálam a sima Red Magic 60, a Pro annyiban különbözik tőle, hogy repülőknél is használt alumíniumot tartalmaz a hátlap, aminek jobb a hűelvezetése, csak ez színben, és 12 per 128 GB helyett 16 per 256 GB-os kiszerelésben kapható. A dizájn alapvetően magáért beszél, elég gameres, de nem annyira hivalkodó. A Red Magic 5-es lapját levették helyette egy sima Red Magic felirat van, alul világító logó, és a felirattal egy vonalban van két szintén világító rgb csík. Fontos, hogy nálam itt egy Tencent Games felirat van, viszont a globál verzión ide az lesz írva, hogy 06. Mindkét oldalon meg nem nevezett típusú Gorilla glass üveg van, a kijelzőn pedig alapból van egy fólia. Az összeszerelési minőség szerintem remek, elég strapabírónak tűnik a telefon, bár sajnos egy lejtés után a keretről már nálam lekopott a festék. IP vérettséget és ezáltal vízállóságot ne várjatok, hisz alapból itt van a ventilátor két nyílása. Ha már a kereten vagyunk, fent van egy jack csatlakozó, a bal oldalra került a Game Boost kapcsoló, amivel átválthatunk a speckó gaming módba, jobb kész felől van a két ravasz felület, alul pedig megtaláljuk a két nanoszint tárcáját. A bővíthetőség ugyan kimaradt, de az értesítő ledet és az egyébként tök jó stereo hangzást azt megtartották. Feloldani a kijelzőbe integrált immár 6. generációs optikai újdonyomatolvasóval, valamint a kérdés arcfelismeréssel lehet, és egyikkel sem volt problémám a tesztidő alatt. Kicsit megborítom a rendet, ugyanis előbb nézzük meg most a szoftvert. A Red 6-on Android 11 alapú Red Magic OS 4 fut, amire a tesztidő alatt két hibajavító frissítés is érkezett. Ahogy mondtam, nálam a kínai verzió van, de rátették a globál szoftvert, ami tartalmazza a magyar nyelvet is. Viszont itt is fennáll, amit sajnos minden Red Magic tesznél, el kell mondanom, hogy a szoftver nem teljesen magyar, nagyon sok az angol nyelvű menüpont, és a félrefordítás sem ritka. A fürgességgel abszolút nincsen probléma, de a gamer funkciókat leszámítva nem annyira sokrétű a rendszer, mint egy Xiaomi MIUI vagy egy Samsung One UI. Na de térjünk rá a gamer funkciókra, hogy mégis miben különbözik egy hagyományos mobiltól és miben jobb, mint a többi gamer telefon. A második kérdésre egyből a kijelzi a válasz. A 6,8 hüvelykes Full HD plusz felbontású AMOLED panel érdekessége, hogy a világon elsőként is egyedül kínál 165 Hz-es képvisítést. A kék a hosszú sem lesznek annyira megterhelők a szemnek, viszont a fényedeje a konkurensekhez képest kisebb, maximum 630 nit. A képvisítés valóban itt a legjobb, bizonyos alkalmazásoknál dinamikusan átvált 90 Hz-re, illetve akár te is váltogathatsz 60, 90, 120 és 165 Hz között. Ezt a képvisítést viszonylag kevés játék támogatja, viszont ha bekapcsoljátok a fejlesztői beállítások között a frissítési gyakoriság megjelenítését, akkor a játékokat megnyitva láthatjátok ti is, hogy maximum mit tud képvisítésben. A Genshin Impact például 120 hz támogat, a Minecraft csak 90-et, a Real Racing 3 és a Bad Piggies viszont 165-öt. A gyártók persze mindig azon vannak, hogy egyre jobban kitolják a határokat, de én mondjuk nem panaszkodtam volna, hogyha megállnak 120 Hz-nél. Igazából 90 és 120 Hz között is alig észrevehető a különbség, 120 meg 165 között pedig még annyira se. Minden esetre nyilván nem fognak megállni a fejlesztésben. A Red Magic 6 természetesen a legjobb, legerősebb lakát, a Snapdragon 888-at kapta, ez abszolút nem meglepő, mellé, ahogy említettem, 12 GB ram és 128 GB tárhelyet kapunk, ezekből is a leggyorsabbakat. Igazság szerint minden Snapdragon 888-as telefon is használható játékra, a kérdés igazából itt az, hogy mennyi idő alatt és mennyire melegszik fel, illetve ezáltal meddig bírja tartani a maximum teljesítményt. És a Red Magic ebben elég jó. Az ice 6.0 hűtőrendszer többek között grafitréteget, folyadékhűtést, hőpasztát, részréteget és egy ventilátort is tartalmaz, ez utóbbi már 20 ezres fordulatszámra képes, ami azért a mérete miatt hangos tud lenni, viszont hasznos is, hűvösebb marad a telefonjáték, illetve töltés közben is. A hideg levegőt a bal oldalon gyűjti be, ami a jobb oldalon távozik. Egy Antudu benchmark után a baloldali Rockfon 5 passzív fűtése azért feladta a leckét a Red ami a középső OnePlus 9 pro azért pár fokkal hűvösebb volt. Egy újabb gamer funkció a két oldalsó ravasz, ami igazából nem újdonság, hisz a legtöbb gamer telefonon ott van, de azért mégis említésre méltó, hisz egy FPS-ben azért csökkenteni tudja a reakcióidőt. A ravaszokat ketté lehet szedni, pont mint a Rockfon 5-nél, és játékonként külön-külön beállíthatod, hogy mely pontokon helyettesítsék az érintést. Ehhez hozzátartozik a GameSpace is, mint alkalmazás, amit hogyha bekapcsolsz, vagy elindítasz, a ventilátor automatikusan elindul, és egy helyen láthatod az összes játékodat. Ennek a paneljét játékokon belül is elő tudod hívni, állíthatod a ventilátor sebességét és a képvisítést is, illetve lebegő ablakként megnyithatsz akár böngészőt is, így játék közben nézheted a végigjátszást. Itt tudod némítani az értesítéseket, meg a hívásokat, szóval igazából minden megvan, ami elkelhet, egyedül egy akkuszázalék jelzőt hiányolok innen. Szóval a gaming teljesítmény és a hűtés remek, Adott kommunikáció szempontjából is megkapta a Wi-Fi 6-et, a Bluetooth 5.1-et, ezen felül GLONASS támogatottság, 5G és NFC is jellemzi. A szoftver fordítása után a kamerák azok, amik kevesebb figyelmet kapnak, ezek amúgy maradtak ugyanazok, mint amik az elő modellen is voltak. Az előlapon egy 8 megapixeles fix fixfókuszú kamera található, a hátlapon pedig három kamera lapul, egy 64 megapixeles elsődleges, egy 8 megapixeles széleslátó és egy 2 megapixeles makró. Ha az átlagfelhasználót veszük alapul, ő megnyitja a kamerát, és egész egyszerűen nem fogja megtalálni a széles látó opciót a fotón belül, amit valamilyen okból kifolyólag a Pro módba tettek be, és ez egyébként videózásra nem is használható. A videózásnál a filterek helyett, vagy legalább a filterek mellé én oda tettem volna egy gyors felbontás gombot is, szóval azért vannak ilyen kevésbé felhasználó barát apróságok. A főkamera fotóit nem mondanám rossznak, a fókuszt nem mindig találja el, illetve optikai stabilizátor híján néha elcsúszik. A széles látó láthatóan zajosabb, de színeiben hasonló fotókat készít, a makró viszont egészen jó, főleg ezzel a fókusz asszisztáló funkcióval. Videózni a hátlapon akár 8K-ban is tudsz, de hogyha elektronikus stabilizálást is szeretnél, akkor érdemes 4 k maradni. Az a készülék méretével együtt nőtt 5050 mAh a kapacitás, viszont az üzemidő nagyban függ attól, hogy hány herc mellett használod a telefont. Én, ha már tudja, akkor 165 hz használtam, ezzel így azt mondanám rá, hogy kb. 4 órányi folyamatos Genshin Impactet bír, normál használattal pedig kb. másfél napot. A gyári 30 os töltővel kicsivel több, mint egy óra kell neki, de ha veszel egy 66 os töltőt, akkor akár 40 perc alatt is fel tudod pumpálni. Vezeték nélküli töltés továbbra sincs. A Red Magic 6 április 9-től rendelhető, 599 eurós áron, ez átszámolva kb. 215 000 forint. A Red Magic mindig is a legolcsóbb gamer mobilok közé tartozott, viszont az említett szoftveres és kamerás mondhatni gyengeségeket leszámítva, amit ígér, azt hozza, és hogyha neked mindenképpen 165 Hz-es kijelző kell, akkor azt jelenleg csak itt kapod meg. A konkurensek közé tartozó Lenovo Legion Duel 2, Black Shark 4 és Phone 5 mobilok közül egyedül az Asus Gamer mobilját tudtam tesztelni, ami teljesen magyar és jobban átgondolt szoftvert, nagyobb akkumulátort, jobb kamerákat és sokkal több gamer kiegészítőt kínál, persze magasabb áron is. A Red Magic 6 nem érzem úgy, hogy hú, hát ez most egy überbutál nagyon király telefon lett, nem azért, mert rossz, mert nem az, hanem egyszerűen csak bránc felvarásként látom, igazából a kötelező frissítéseket hozta a világ első 165 Hz-es kívül persze. Nos, én ezzel be is fejezném a mondókámat, köszönöm szépen a figyelmet, ha érdekel a telefon, akkor a linket megtalálod a leírásban, és ha tetszett a videó, nyomj egy lájkot, iratkozz fel, és találkozunk a következő videóban. Sziasztok!